Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Hölvényi György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, de ha pontosítani akarok, akkor... A KDNP-jé. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Késő éjszakai órákban érkezett meg a Néppárt zágrábi konferenciájáról. Mi történt ott? Hát ugye ez a, először is hát nagyon kedves a megszólítás, mindig akkor idejövök, hogy dr. Hölvényi György, de ezt a címet még nem nyertem el. Lehet, hogy majd lesz idő, és akkor elnyerem. Visszavontuk. Küzdök érte. Na, de ezért még nem sértődött meg senki. Zágrábban volt az Európai Néppárt 26. kongresszusa. Közép-Kelet-Európában az ember mindig ilyen nagy pártkongresszusokkal kapcsolatosan óvatos, és ez a kongresszus európai szempontból mindenképpen jelentős kellett, hogy legyen, mert ugye itt az európai parlamenti választások után a bizottság felállás, és ezen belül ugye hát a Magyarországnak a szerepe is mind, hogy mondjam, arra predesztinált ezt a kongresszus, hogy bizonyos dolgokba döntsön. Én arról tudok beszámolni, hogy valamiféle együtt gondolkodás elindult, hogy mit kell ezzel az Európával igazából kezdeni. Lettek új alelnökök, és lett új elnök, lengyel elnök, Tusk személyében. Hát magyar szempontból mindenképpen ugye hát ennek volt egy nagy hiányosság ennek a kongresszusnak. Azok a székek üresek voltak, ahol a Fidesz képviselő lett volna? Nem volt üres, mert azzal, hogy mondjam, összhangban, amit a Fidesz vállalt, hogy amíg tárgyaló delegációval hosszú távra az EPP-vel, a néppárta nem egyeznek meg, akkor fölfüggeszti, szünetelteti, pontosabban szünetelteti a tagságát. Ebből logikusan következett az is, hogy egy kongresszuson nem vesznek részt, tehát nem, ez nem volt meglepetés. Képviselő úr, ezt én mind értem, de a KDNP és a Fidesz egy pártszövetség. Na most én nagyon nagyra tisztelem mondjuk például önt, régen ismerem, körülbelül ugyanolyan nagyra tisztelem Deutsch Tamást. Mi a különbség ön és Deutsch Tamás között? Eredetileg ugyanannak a pártnak a tagjai egy pártszövetségben vannak. Tehát miért a Fidesz nem, a KDNP meg igen, és hogyha túl akar gyorsan lenni, akkor már is mondom a következő kérdést. Várjunk meg egy pillanatra. Tehát... tehát pártszövetség azt jelenti, hogy a szövetség ugye hát az optimális esetből ugye két dologból jön össze, tehát a Fidesz és a KDNP valóban egy pártszövetség, de mondjuk ugyanúgy, ahogy a magyarországi, vagy az országgyűlésben is ugye két frakció van, ennek hát mondjuk úgy, hogy nem példájára, de hát ez két tagságot jelent az Európai Néppárt, ráadásul ugye mint kereszténydemokrata párt, hát mondjuk a 90-es évek eleje óta tagpárt, ugye a kereszténydemokrata néppárt, a KDNP, a Fidesz később csatlakozott ugye, hát jó pár évvel, és ez megvan, de hát ez a szövetséget nem zárja ki, sőt, hogy mondjam, tehát a Fidesz hiányát szövetségesként azért pontosan jobban érzi is egy ilyen kongresszuson, tehát ez tagsági kérdés, ez nem... Oké, a Fidesznek Orbán Viktor, illetve később egy hölgy már volt az alelnöke ennek a pártszövetségnek. Gál Kinga személyében. Gál Kinga személyében. Vajon most valakit a KDNP-ből megválasztottak valami nagyon komoly posztra? Nem is jelöltünk. Ugye itt ugye több mint 60 országból vannak, és abból volt most 10 jelölt. A magyar ügy az most nem áll úgy, hogy... egy ilyen ügynek nekifutnak. Nem, mintha nem lenne erre esély, de ez egyelőre azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy középtávon, rövid középtávon rendeződjenek, és jól rendeződjenek. A rendeződés az egy olyan szöveg, de jól rendeződjenek hosszú távon, hisz... De ha már rendeződtek, de vigyázz, akkor csak... mindent betöltöttek. Hogy nem, tudnak rendeződ... részt venni, hogy tudnak odahatni, minden szék foglalt. Tehát az világos, a szék az nem foglalt, van 10...
10 elnökségi tag. A Fidesz-KDNP nagyon komoly munkát végez a néppárti frakcióba. Tehát háborítatlanul, hanem hát mondjuk úgy, hogy majdnem az őt megillető súllyal és figyelemmel. Tehát itt arról van szó, hogy abba mindenbe, ami frakció munka és jogalkotási munka, avval együtt dolgozunk, együtt veszünk részt másokkal. A párt az egy, hogy mondjam, az egy részben még megoldásra váró feladat, de szerintem most a esélyek jobbak, hát majd meglátjuk. Az előző kadenciában önnek... És bocsánat, elnézést. Egy dolgot tisztázni kell, tehát nem magáról a pártról szól, ez nem a Fidesz posztokról, KDNP-s posztokról szól itt. Arról ez szól, a néppártról szól. Illetve több ennél. A felhigult néppártról, ami most ezer színű, és frakció fegyelme sincsen. Ez is részben erről is szól, de itt arról szól, hogy a mi politikai szempontunkból, hogy az egyre radikalizálódó politikai baloldallal szemben tud-e a néppárt alternatívát adni. És ezt, ha ő meg akarja csinálni a Fidesz nélkül, ez egy politikai nonsens. Tehát nem kell a Fideszt reklámoznom, de hát Európa egyik legsikeresebb jobb-középpártja, ez nem mehet. Tehát ez nem mehet. Ez Európáról szól, nem maga a Fidesz szól Európáról, hanem ez Európa jövőjéről, hogy ezt meg tudjuk elépni. Ha a bölcsek tanácsa és a Fidesz úgy lép, hogy néppárt marad Fidesz nélkül, a KDNP-ben marad, vagy követi a Fideszt? Na hát ezt erre a variációra még nem gondoltam. Én azt hiszem, hogy ezt akkor lássuk meg. Ez hosszú távon szerintem tarthatatlan lenne. Jó. Az előző kadenciában önnek nagyon komoly feladatai voltak, és hogyha általában nem szoktam a riportalanyai munkáját pontozni, de jár önnek a díszpont, nekem nagyon tetszett, amit csinált. Jó, kemény munka volt benne, több százezer kilométer, veszélyes helyeken járt. Most mit csinál? Ül a babérjain, és várja, hogy megbízzák valamivel, vagy ugyanolyan aktív lesz, és ugyanolyan pozitív cselekedetekkel fogja adni fejét. Jó esik, még a kicsit érdemtelen is a dicséret. Nem akartam megdicsérni, nagyon tetszett a téma. A téma nekem továbbra is tetszik, és mások is úgy gondolták, hogy ezzel a úgynevezett nemzetközi fejlesztéspolitikával, illetve a vallási kisebbségek üldözése helyzetével kapcsolatos... Nekem ez a része tetszett, igen. A kettő között van összefüggés. Foglalkozzak is úgy, hogy tulajdonképpen a néppárti frakción belül, hangsúlyozom, a frakción belül ennek a témának a... Hát ezt azt mondják, hogy koordinátor, a felelőse lettem. Ez egy jó helyzet, mert tulajdonképpen az ember sok mindent kezdeményezhet magán a frakción belül. Aztán persze, hogy a frakción belül mi lesz, az egy másik kérdés. Tehát magát ezt a munkát folytatom, kibővítve tulajdonképpen elsősorban ezekkel a fejlesztési témákkal, ami azért nagyon fontos, mert van mondjuk úgy, hogy a vallási kisebbségek üldözése. Ez egy nagyon fontos téma. Sőt, a szívem ez legközelebb áll, és tényleg ez az üldözésről szól, ez egy oda kell menni, segíteni kell. De a nem másik... véletlen, hogy a Barankovics alapítványban is nagyon aktív volt annak előtte. Igen, de ez valahogy, hál' Istennek, ez így megtalált ez a dolog, munka. De emellett ez nagyon fontos, hogy a rengeteg vallási kisebbség nem csak üldözésben részesül, hanem óriási szükséget szenved. Ugye? És ez nagyon fontos, tehát, és itt jön össze a fejlesztéssel. Tehát Afrikában, ahol az állam olyan, a államok többsége olyan, amilyen, a társadalom rétegződése olyan, amilyen, tulajdonképpen a vallási felekezetek az egyetlen valós társadalmi bázissal rendelkező, és ez különböző lehet, tehát ez nagyon sok fajta lehet, akikre lehet számítani. Ma Európában az a helyzet, hogy ezeket valamilyen ilyen semlegesség alapján tulajdonképpen ezt a valóságot, ezt tulajdonképpen megpróbálják lesöpörni, holott az, hogyha ezekre az országokkal valamit akarunk kezdeni, ez tulajdonképpen a vallási szervezeteken, vallási kisebbségeken a legtöbb esetben keresztül történhet. Tehát ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy ezt a két szálat összekapcsolni, és szerintem ez nagyon mélyen összefügg a migrációval, nagyobb összefüggő. Hát, ha Afrikában nem lesz mit enni, akkor a migráció akarjuk vagy nem akarjuk, el fog indulni, és több millióan fognak megérkezni, elindul. És ezek nem soros katonái lesznek, hanem éhező emberek, akik nem akarnak meghalni. Így van, ez különben Afrikában máskor is így volt, tehát Afrikáról
alapvetően semmit nem tudunk, és ez szerintem Európa botránya. Tehát 2-3 gyarmatosító országról. Talán meg kéne kérdezni azokat az európai tagállamokat, akik azelőtt gyarmatosítottak. Na, ezt nem tenném. Kellőképpen kihasználták őket, lehet, igen, hogy most vissza kéne pumpálni. Na most itt pontosan erről van szó, tehát ez a nehéz benne. Tehát, hogy ma is azok a gyarmatosító, gyarmattartó országok akarják meghatározni a fejlesztéspolitikát, akik hát részben mindenképp felelősek az ott kialakult helyzetért, és akkor itt van Magyarország 10 millió emberrel, néhány 80-as években Magyarországon végzett ilyen-olyan országba visszatért ma már politikai vezetővel, ha túlélte az eddig éveket, és ezekkel nekünk valamit kezdeni. Nagy orvosokkal és mérnökökkel. Igen, de ebben kell valamit kezdeni, és pont Magyarország számára, és nem csak Magyarország számára. Tehát nagy 3 percünk. Nem csak Magyarország számára, nagyon nagy lehetőség az, hogy egyrészt ezeket a múltbeli kapcsolatokat használni, de a másikat valóban az egyházakkal való kapcsolatot kihasználni. És ez lehet legkülönbözőbb felekezetű, tehát ez nem kifejezetten csak keresztény, nem kifejezetten csak az üldöző, ez egy valóság. Ezek a társadalmi valóság, és ez szerintem azért jó, mert a világban minden, mint a bor. Tehát, hogyha egyedi, valamitől különleges, attól lesz mondjuk úgy, hogy eladhatóvá. Itt sincs másképp. Ha ez annyira fontos munka, és szerintem fontos, akkor magán a néppárton belül miért nincsenek egy biztosa? Vagy miért nincs az unió vezetésével egy biztosa, aki ezzel a témával, de facto konkrétan foglalkozik? Végül is egy nagyon gyenge formában, de Ján Figel személyével egy szlovák kollégának van egy vallásszabadságért dolgozó, hogy mondjam, különleges megbízottja. Maga a felhatalmazása nagyon igen, mert ez egy létező dolog, de hát ezbe a szélsősége szekularizmusban, mi az Európai Unió, mint unió, nem az országok, mint unió szenved, hát ez ebből következik, ezen kell dolgozni. Tehát van mit csinálni. Visszatérve a gyarmattartókra, nekem nagyon tetszik az, hogy ott van ugye a Perzsa Birodalom, ott van Teherán, ott vannak a környező országok, akiket kellőképpen például angol mandátum idején kiraboltak, hisz a kincseiket megtaláljuk a British Múzeumban. És az maradt meg, amit elraboltak, mert a többi kultúrlény az elmúlt évek során szinte mindent ott megszüntetett. Utolsó kérdésem már a kérdéssel együtt van, és a válaszol 1 perc 25 másodperce. Mi a véleménye arról, hogy az Európai Unió döntéshozói megint és sorozatban most már 9-szerre el akarták Izraelt, illetve az Izraellel kapcsolatos döntéseket kaszálni? Hát ez egy nagyon általános, ez a kaszálás. A legutolsó amerikai elítélés végül is nem sikerült. Miért nem sikerült? Mert a magyar képviselők megakadályozták. Na most, tehát arról van szó, hogy lelkismeret furdalástól okozva, ezt hagyjuk, mert ez nem az én dolgom, Izrael szint gyakorlatilag a létét támadó mindenfajta szövegelések, dumák indulnak el, és ez gyakorlatilag az Európai Unió külpolitikának egyik hagyományával vált, ez egy nagyon rossz gyakorlat, ez egy küzdelem, és ebben a közép-keleti országok és főleg a visegrádi országnak nagyon komoly szerepe van, hogy ezt egyensúlyba hozzuk. És ez ugyanúgy feladat, és ugyanúgy feladat ezt a fajta egyensúlyt megtalálni. Soha nem gondoltam, hogy Nyugat-Európában megalapult intézmény ilyen módon izraellenes tud lenni, és azt meg még kevésbé gondoltam, hogy nyugat-európai baloldali pártok ennyire antiszemiták tudnak lenni. Isten segítségével megszabadulunk Mogherini biztos asszonytól, és meglátjuk, hogy a spanyol volt külügyminiszter mennyire az Európai Uniót fogja képviselni, és nem korábbi pártját. Kedves nézőim, az előző 15 percben Hölvényi Györgyöt, a KDNP képviselőjét egyenesben vissza hazafelé Zágrából láthatták, hallhatták. További jó utat, és várjuk vissza minél sűrűbben. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Előzetesek, és már is megyünk tovább.